Az előző epizódok kifejezetten a mentők terepmunkájáról szólt. Ma viszont megnézzük, hogyan dolgoznak együtt a társszervek, milyen mentős szemmel egy lakástűz, egy autóbaleset, egy ajtónyitás. Az Országos Mentőszolgálatnak hála betekintést nyerünk az irányító csoport munkájába, és még egy olyan küldésbe is belebotlunk, ahol az agresszív ellátandó személy kis hián nekünk támad, így azonnali rendőri segítségre van szükség. Változatos lesz a mai nap is. Közel egy éve készítettük az első epizódot a Mitsu csapatával. Azóta sokat forgattam és átéltem velük, rutinná vált egy nap. 7:30 érkezés, kávé és mehetünk. 3:10 kéri az irányítást. Kérem. Esetkocsiken bejelentkeztünk a rendszerbe, 19 óráig. Címről címre jártunk, néha lazább, néha kifejezetten nehéz napok során. Amennyit lehet, hozzászoktam a lelkileg gyakran megterhelő körülményekhez, és ahol szükség volt a kezemre, ott segítettem is. Minden cím más és más, de ami elég hamar feltűnt, hogy ez a csapat munka bizony nem csak a mentők közt kell, hogy működjön. Sokszor érkeztünk olyan helyszínre, ahol a rendőrökkel, tűzoltókkal komoly összefogás volt szükséges a sikeres feladatellátáshoz. Ehhez pedig bizony valamilyen szinten ismerni kell a társszervek munkáját is. Tulajdonképpen nagyon szoros az együttműködés. Például, hogyha speciális mentés kell, mondjuk magasból kell a sérültet menteni, egy autóbalesetnél, hogyha ki kell vágni a sérültet az autóból, ott is szintén tűzoltókkal, rendőrökkel együtt dolgozunk. Konkrét kiszabadításra a legjobb példa talán a Tűzoltó lettem 3. epizódjában volt, de most is jó pár baleset helyszínén jártam. Az egyik legmeglepőbb az Őrsvezértértől nem messze volt, ahol egy személyautó fejre állva csúszott neki egy menetrend szerinti BKK busznak. Ja. Uram, maga vezette a buszt? Jó, látom, itt is tele van szilánkokkal. Próbáljuk eltávolítani minél kíméletesebben. Az útszakasz hadsávjából 5-5 zárni kellett az elhárító és helyszínelő munkálatok alatt, így nem kevés feladat adódott. Amíg Fruzsiék, illetve 3 omszos mentőautó személyzete a sérültekkel, addig a tűzoltók a roncssal, illetve a helyszínbiztosítással foglalkoztak, a rendőrök a BKK saját csapatával közösen helyszíneltek, a forgalmi zavar elhárítók pedig a terelést, illetve a kimaradt buszok átirányítását intézték. És természetesen közben mindenki mindenkivel egyeztet, mindenkinek tudnia kell számtalan adatot, információt, hogy végezni tudja a saját munkáját. Egy jó hír viszont mindenképp van. Hál' Istennek súlyos sérülteknek nyoma nincsen, bár a bejelentés szerint úgy értesültünk, hogy 4 fő sérült, ezért több mentőegységet riasztottak a helyszínre. 3 könnyű sérültet kell végül kórházba szállítani, amit egy másik mentőegység fog megtenni, úgyhogy most már csak itt a helyszínen a dokumentációt végezzük, a sérülteket elláttuk, illetve megvizsgáltuk. Ez az ő csomagja. Illetve elkértem neked az igazolványokat, én már felírtam az adatokat. Természetesen nem csak a balesetek tartoznak a kapcsolódási pontok sorához, de a következő példához picit menjünk vissza az időben. Amikor a tűzoltókkal forgattam, nagyon gyakori riasztás volt az ajtónyitás. Valaki beszorult, vagy például napok óta nem adott életjelet, és vélhetően a lakásában lett rosszul. Ilyenkor ismét összefogás szükséges. Rendőrök biztosítják a helyszínt, tűzoltók betörik az ajtót, vagy valamilyen módon bejutnak, a mentők pedig készen állnak az ellátásra. Ilyen feladatunk is volt. Már is intézzük. Mikor kiérkeztünk, tűzoltók már kint voltak a helyszínen, illetve a szomszédok is. Mi is itt gyorsan próbáltunk információt nyerni arról, hogy mi lehet a személlyel. A szomszédok jelentették a segélyhívón, hogy a bent élő idős embert napok óta nem látták, telefonját pedig nem veszi fel, pedig hallják kintről, hogy a lakásban csörög. A tűzoltók felnyitották az ajtót, és valóban bent tartózkodott a személy, de hála az égnek még éppen időben érkeztünk. Csókolom! Nagyon jól tették a szomszédok, hogy kértek segítséget, így még időben tudtunk segíteni a betegen, és stabil állapotba be tudtuk szállítani kórházba. Itt vagyok. Lehúzta? Le. Az ilyen bejelentések nagy részénél általában már nem szoktunk tudni segíteni. És akkor az egyik legrettegettebb példa a tűzesetek. Hatalmas felfordulást szoktak okozni, komoly rizikóval és életveszéllyel. Ráadásul ez az eset szilveszter éjszaka történt, amikor alapból hatalmas a felfordulás. A bejelentés szerint a belvárosban egy lakás teljes terjedelmében égett,
több személy tartózkodott a lakásban. A videócsoportos tűzoltóknak hála testközelből is láthatjuk, mekkora pusztítást okoz egy lakástűz. Ha sikerül mindenkinek kimenekülnie, ekkora tűz közvetlen közelében akkor is szinte elkerülhetetlen a füstmérgezés. Ehhez apró tanács, egy vizes törölközőt ruhát a száj elé tartva, valamivel csökkenthetjük a hatásokat. Kárhely csatornára legyenek kedvesek átkapcsolni, köszönöm. Az ilyen nagyobb volumenű eseményeknél a mentők közt is a tűzoltókhoz hasonlóan van egy irányító, sőt, külön a kárhelynek fenntartott rádiócsatorna is a gördülékeny helyi kommunikáció elősegítéséhez. Egyelőre nagyon ég egy lakás, de állítólag nincsenek bent többen. Jó, oké. Okay. Ő jött ki utoljára, meg ő a másik. Második egységként érkeztünk a helyszínre. Összesen 4 mentőegység jött ki oda a helyszínre. Ahol füstmérgezés gyanúja áll fent, ott mielőbb egy toxikológiára kell eljutni, így nem is volt hosszú várakozás, amint lehetett, már irány is a kórház. Nagyon érdekes, mert benne vagyunk egy szituációba. Nagyjából belelátunk egymás munkájába, akár a rendőrök részéről, akár a tűzoltók részéről, de hogy előtte, utána mi történik, az teljes homály. Nyilván a rendőr is például látja, hogy mi történik a szituációban, nagyjából tudja, hogy akkor mi ott mit csinálunk, de hogy az nyilván neki is egy ilyen tök érdekes történet. Megvagy? De ha már közös munkáról van szó, nem csak a társszervek játszanak fontos szerepet, sőt, bár a Micu nem az országos mentőszolgálathoz tartozik, a küldéseket ugyanúgy tőlük kapják, így más mentőautókhoz hasonlóan itt is fontos szerepet játszik az irányítás. Meg hát átfedés is van bőven, Fruzsi például főállásban az OMSZ-nál mentőtiszt, így lehetőségünk volt oda is követni. Oké, hát itt vagyunk 6 óra 15-kor, megkezdődött a váltás, az éjszakások átadják nekünk az autót, illetve hát ilyenkor mindig megbeszéljük, hogy milyen események történtek, milyen betegellátások voltak, illetve milyen eszközök szükségesek, amiket pótolnunk kell az autóra. A hivatalos szolgálat átvétel előtt nagy nyüzsgés van a bázison, sorban érkeznek a mentősök, egy kávé mellett pedig gyors sztorizásokat is elcsípek. Mindenki nagyon kedvesen fogadott, és persze ismerős arcokba is botlok, akiket vagy forgatásra, vagy azon kívülről már ismertem. Főorvosul. Még egy gyors eszközleltár, tabletes bejelentkezés és fruzsiék riaszthatóvá is válnak. Mi viszont nem az autóba ülünk be, hanem egészen más székbe. Most is, illetve az előző epizódban is sokat beszéltünk a mentés irányításról, ahova a segélyhívások is beérkeznek. Voltál már ott egyébként? Megnézzük a központi irányítócsoportot, akik a közép-magyarországi régió összes mentőállomását irányítják, illetve koordinálják, úgyhogy hát megnézzük, hogy hova is érkeznek be a segélyhívások, illetve hogy honnan történik a mentőknek a irányítása, kiküldése. Beléptem a területre, ahol szinte egy másodpercre sincs csend. Telefoncsörgés, rádiósípolás. Elsőre gondolhatná az ember, egy telemarketing csapat dolgozik itt, de itt egészen más a tét. Itt emberéletekről van szó. 897-es motort hívom. Köszönöm, a 3. kerület felé tessék indulni. Onnan fog érkezni feladat, párhuzamosan indul mentőegység is. 609-esnek széljük Görcsülő a mentőmotor, meg párhuzamosan a 3. A monitor erdők mögött tucatnyi ember ül, köztük simán lehet, hogy valaki épp telefonos újraélesztést végez. Még a gondolat is hidegrázós. Vannak telefonok, rádiók, ez azt jelenti, hogy akkor konkrétan ezek azok a telefonok, amiket, hogyha én fölhívom a mentőt, mert baleset ért, akkor ezeken fogjátok felvenni? Így van. Azt fontosnak tartom kiemelni, hogy a mentőt már direktben nem lehet felhívni Magyarország területén, ugyanis az egységes segélyhívó rendszeren belül a 112-es segélyhívó központokon keresztül érkeznek be hozzánk a segélykérések. Történik egy bejelentés, ott eldöntik azt, hogy milyen társszervnek a riasztására van szükség, és ezt követően a segélykérőt átkapcsolják a mi mentésirányítási rendszerünkön keresztül a mi mentésirányítóinkhoz, ahol megtörténik egy szakmai kikérdezés.
Ezt az adatlapot a sorszínén ülő mentésvezető veszi át, aki eldönti, milyen szintű és pontosan melyik egységet riasztja a helyszínre. Megküldi a digitális riasztást a személyzet tabletjére, illetve rádión is felveszi a kapcsolatot a kivonulókkal. Minden egyes bejelentés teljesen más tud lenni, független attól, hogy mondjuk azonos panasz miatt hívnak fel téged. Azért nagyon nehéz ez a munka, mert tényleg nem látjuk azt, hogy mi történik a helyszínen. Időnként egy nagy köd van, és hogyha elképzelek egy bejelentést kicsit filozofikusan, akkor azt tudom mondani, hogy nézek egy utat, amiben van egy nagy kanyar a végén. Nem látom biztosra, hogy ez egy kanyar, mert egy akkora köd van. Előfordult-e már olyan, hogy egy hívás így tényleg megérintett téged? Tehát, hogy amikor hívás közben érezted azt, hogy hú, ez most nagyon kemény. Előfordult, igen, természetesen. Az igazság, hogy nem mindig csak ilyen egyszerű mellkasi fájdalmakat jelentenek be az emberek, hanem sajnálatosan akár kisgyermekeket vagy csecsemőket érintő légzésleállást, nagyon súlyos tömeges baleseteket, tehát természetesen ezek az embert megérintik. Igen, nekünk azt a részt kell megértenünk egyébként, vagy nekünk ahhoz a részéhez kell nagyon jól hozzáállni, hogy egy bajba jutott, az szélesen jóval terheltebb, mint akár mi, mert ugye mi is terhelődünk egy hívásfogadás során. Mi irányítunk, és ugye ezt nem csak arra gondolok, hogy a mentőegységeket irányítjuk A-ból B-be, vagy a helyszínekre, hanem mentésirányítás szintjén irányítanunk kell egy beszélgetést is. Ráadásul egy nagyon intim beszélgetést. Egy nagyon intim beszélgetést, így van. Időnként nagyon sok vicces dolgok vannak, amikor szerencsére nincs olyan nagy baj, de hogy ez egy fokozott figyelmet és egy felkészültséget igényel, mind pszichésen, mind pedig szaktudásilag ez a munka. És akkor picit még vissza a terepre, ugyanis még egy példát hoztam, amikor igazán szükség van a társszervekre. Történt ugyanis, hogy egy szállodában hívtak minket egy zavartan viselkedő emberhez. A szobába lépve ipari mennyiségű gyógyszert, recepteket és egyéb gyanús tárgyakat véltünk felfedezni, a férfit pedig nagyon felkavarta a segítő szándékkal való érkezésünk. Kiabált és fenyegetőzött, így kénytelenek voltunk rendőri segítséget kérni. Eddig erre még nem igazán van felvételem, mert itt nem terveztem forgatni, csak egy telefont vittem fel és pár snitet csináltam, ám mikor a rendőrök a gyanús holmi közt egy noteszt találtak, az emberünk felpattant és kitépte a hivatásosok kezéből azt, és ténylegesen agresszívá vált, nekünk ugrott, meg kellett bilincselni. Jó. Na, erről beszéltünk, de velünk is ilyen volt. Calm down! No! Ez az időpont a amerikai ember bűnügyben. Latin anatómia, gyógyszertan, ez mind latin. Az óriási mennyiségű gyógyszer eleve furcsa volt, de a receptekről kiderült, hogy hamisak. A begyógyszerezett férfi pedig, amíg a mentőautóig levittük, folyamatosan próbált magában kárt tenni, hogy aztán utólag minket sodorjon bajba. Bár az nem jutott el a tudatáig, hiába mondtuk neki, hogy kamera veszi a próbálkozásait. Minden esetre ijesztő volt szembesülni azzal, így mentős bőrbe bújva is, hogy mennyire résen kell lenni minden pillanatban. Ez a rendőröknél már nem lepne meg, de szomorú, hogy itt is bármelyik pillanatban jöhet egy éles váltás, ahol a feje tetejére áll a szitu. Szerencsére a rendőrök gyors reakciójának köszönhetően nem lett nagy baj belőle. Olyan érdekes, és ebben sokat gondolkodtam már, amikor rendőrökkel is forgattam az elmúlt 4 évben, hogy a Budapest mennyire nagy, és közben mennyi minden történik úgy, hogy nem tudunk róla. Na most két utcával tőlem lakástűz van éppen, azt nézem, ahol én lakom, és az iskolám utcájában, ahova a gimnáziumban jártam, ott meg éppen személygázolás volt. Tehát, hogy ez így durva volt így ránézni a monitorra, hogy ezek azok a dolgok, amikről én most itt forgatok, soha nem tudnék róla, mert mire hazamegyek, eloltják a tüzet, két utcára volt tőlem, oké, rendben ez volt. De ez azért durva, nem ebbe belegondolni, hogy te itt most tulajdonképpen mindent látsz, ami ember életmentéshez kell. Kicsit így meglökött, ahogy ezt így nézem. Hát igen, ez egy érdekesség ennek a munkavégzésnek, engem mindig ez is vonzott benne, hogy oké, hogy te leülsz egy bezárt terembe, leülsz egy asztalhoz, én mindig azt éreztem és azt élveztem, hogy gyakorlatilag attól függetlenül, hogy én beültem egy helységbe, telefon elé, így gyakorlatilag nem az, hogy rám zárul valami, hanem inkább így kinyílik a világ, és hogy engem bárhonnan hívhatnak
az a, gyakorlatilag az ország bármelyik szegmenséből, de főként ugye Budapestről és a Pest megyéből bármikor felhívhat bárki azzal, hogy segítséget nyújtsak, illetve mentőellátást biztosítsunk a számára. Persze mindez elmondható sok-sok kollégáról az év minden egyes napján. És tudjátok, milyen a szilveszter éjfél egy mentőautóban? A rádióban felcsendül a himnusz, és egy percre megáll minden. Na jó, ez nem igaz, ebben a percben is betegnél voltunk. Nagyon szépen köszönjük a kivonulóknak az egész éves munkáját, és boldog új esztendőt kívánunk mindenkinek a központi irányító csoport nevében. Bizony, amíg mi karácsonyozunk, pezsgővel kocintunk, addig is van, aki ugyanúgy vigyáz ránk. És ez persze igaz más egyenruhásokra is. Akit bővebben érdekelnek a készült interjúk, többből is érkezünk hosszabb verzióval YouTube csatornatagoknak és Patreon támogatóknak. Köszönjük mindenkinek, aki segíti a munkánkat a tartalomgyártásban, de érkezünk kimaradt jelenetekkel TikTokra és Instagramra is. Ha tetszett a videó, lájkot, feliratkozást megköszönünk, és nem sokára találkozunk. Addig is, sziasztok!